És futott a oldalra. Az az érdekes ebben a scriptes, a Stella scriptben, hogy mivel, hogy amikor visszaklódolsz, akkor valamiért beugrik a közepére. De az az érdekes, hogy a Mr. Umbrella nem csinálja ezt. Csak Stella-nál. Szóval elég érdekes. Stellánál valahogy félreprogramozták ezért a scriptet. Nem tudom, hogy történt ez meg, de... Vagy a vadász. Én vagyok. A célpont egy piros inges férfi a benzinkútnál. Több adatra a lényeg, van hogy szükségem. Átrázott néhány nagy fiút. Most négy fegyveres zsaru kíséri. Egy álló. A zsarukat gyorsan és messze... Meg akkor ezt Assannak is számítom, ha nem mire gondolsz. Végül is nekünk nem a híres vadász kell, ne rontsuk el. Én sosem hibázom. Ha végeztél, menj a szokásos helyre a jutalmadért. Melyik részre gondolsz? A fenébe. Ki kell jutnom innen. Ja, hát nem. Nem túl assisted, mert nem csinálok semmi túl nem használok az, hogy breakeljem a scriptet. Úgy tűnik, a lázadás ideáig nem jutott el. Köszönj a kis barátom! Na, tas az a túl assisted speedrun. Szóval, hogy ahhoz, hogy ezt tasnak számítson, az nekem valami eszköz kellene használnom az, hogy breakeljem a Stella scriptet, de nem használok semmit, csak egy gyors mentés, gyors töltés, az nem, ahhoz nem kell túl, az mesáld a kezedbe. Szóval ez nem tasnak számít. Igen, ott egy jobb magyarázat, a tas az igazából egy input sorozat. Hát, vagy splice, mert a splice-ol is egy tas. Na tudod, aztán simán csak csaló vagy. Ja. Szóval igazából a tas az igazából most lehet az a túl a Sister Speedrun, amikor, amit Nab is mond, hogy rekordolsz egy input sorozatot frame advance-szel, meg ilyen hasonló eszközökkel, hogy frame by frame be tudsz venni inputokat. Az a tasnak a eredeti értelme, de igazából az is, hogy splice-olsz egy runt, hogy mondjuk a én most megfogom azt a goldomat izéből, az első pályából, és hozzávágom egy olyan ránhoz, mondjuk az előző ránhoz hozzávágom, ami lett a 857. Akkor az egy splice, de igazából az is túl assisted, mert azt is egy túl csináltam meg, csak más ilyen. Ez egy vanilla run, mert glitch-eket használ. Mert glitch-eket használ. Itt azért crash-eltem, mert ott a beszél, és rámentesz a beszélésre. Igen, ennyire könnyű glitch-elni. Elmondom, hogy az a lényeg. Semmi baj. Mindjárt elmagyarázom akkor, amikor oda megy Stellához. Az lényeg, hogy futni. Az lényeg, hogy ha általában, hogyha voice line közben mentesz és betöltesz, de az, hogy betöltesz, crash-el a játék. De itt valamiért, hogyha mozogsz közben és mentesz, betöltesz, most megyek, mentés, betöltés, és megnyomtam megint a jobb gombot, hogy beszéljek vele. És ezért valamiért a default pontja a beszélgetésnek azután, hogy betöltöttem, és már igazából egyszer elindítottam, valamiért beborik ide. Nem szabad a fegyvert rátartani, mert ilyen egyszerű. És erre csak random jöttem rá, úgyhogy próbálkoztam azt, hogy mi lenne, ha mozogni, miközben megpróbálok tölteni. És valahogy működött, és megpróbáltam aztán Stellával beszélni, és
valahogy beugrott a script közepe, és onnan jött. Nice. No. Oké. Okay. Ja, meg ezekhez hozzászokni, ezekhez az ajtójumpokhoz, hogy így oldalra kell ugrani. Az egy... Ilyen kis, ezek már egy mikro optimalizálások. Meg ez is itt egy mikrooptimalizálás, hogy repülök azért, hogy staminát széveljek a következő pályákra. Fene. Nem volt jó. Jó, nice. Nice. Azt hittem ez lassul lesz, de nem volt rossz. Ah, egy kicsit megakadtam. Ez biztos, hogy nem lesz gold. És gold lett, what? Na jó. Szóval. Megvárni, amíg kéri, hogy gyors ment is létrehozza, mert... Mert akkor bajok lesznek. Nem, szar volt a repülésem az előzőben. Sokkal jobb. Gold? Ennyivel jobb volt. Ide nem jöhetsz be. Ez a rész le van zárva. Még nem lehetek. Ja, nem tudom, hogy lehet, hogy még ez a üzés nincs meg. Az a lényeg, hogyha goldolok, az azt jelenti, hogy ebben a split file-ban, ami most a 60 FPS-es mesterlövész, abban ez volt a legjobb alkalom, vagy ez volt a legjobb idő, amit csináltam ezen a splitten. Mert hogy föl vannak hosszabb pályák, így splitekre. És akkor ez volt az eddigi legjobb, amikor gold, amikor aranyszínű. Inkább elmondom, hogy biztosan tudjad. Újjújjúj. Ez a célzás. Hát egy kis célzóvizet kéne inni. Gold. Oké. Okay. Ez is szép volt. Na jó, ne szarjuk el ezt a ránt. Mondjuk ezen a pályán. Na jó, kicsit már összeszartam a... az ágyat. Na, ez elég lesz? Nem lesz elég? Nem volt jó. Mindegy. Még használható. Nagyon is használható. Kicsit. Ja? Miért nem fut? Ó, itt most veszek egy rakás időt azzal, hogy nem futott az ember. Ezt nem tudom megnyomni. Egyszerűen nem. Képtelen vagyok megnyomni ezt a gombot. De csak az egy szar gombot vagyok képtelen megnyomni.
Még így is széveltem időt. Öt másodperc possible time save kínzó kamerákon. Mit csináltam itt? Don't fuck up. Thanks, snob. Pedig fuck up. Én szerintem megint elbasztom. Geci! Faszom! Bajlet. Nem, nem naphibája volt, én voltam impatient. És ugrani kell. Jó, akkor prepare for ugrás. Na. Végre. Ugyan rendesebb rang. Mondhatni. Szab 11 RTA. Exactly. Nem, ez a end cutscene. A stábista majd... Dominik. Nem, azért mert én gyors töltök. Folyamatosan gyors töltök. És ezért random betölt dolgokat, ott volt a patkány. Ott volt megint a patkány. Nézd, mit találtam a lenti laborban. Ott volt megint egy patkány. Most már jól leszel. Ott volt megint egy patkány, fenébe. Stella, én... Dobja el a fegyvert és lépjen hátra! No, én egy patkány. Ott van megint. Fenébe. Ott van. Ott van. Ott a patkány, let's go! És kikeresett.